Mai nap reggelén Dormán belterületén egy sósavat szállító kamion alatt a 31-es főúton az ároknak a beton fedlapja beszakadt. A kamion tovább haladni nem tudott, sósav kifolyása nem történt. Jelenleg a kamion átfejtése folyik. Az átfejtés időszakára a területet lezártuk, a lakosságot elzárkóztattuk, körülbelül 50 főt érint az elzárkóztatás. Átfejtés követően a kamion mentése fog történni. A helyszínen a Heves és a Füzesabonyi tűzoltóság van jelen. A kamionon körülbelül 25 000 kg sósav van. Mindenképp veszélyben lettek volna, a lakosságot veszélyeztette volna a nagy töménységű sósav. Az átfejtés követően a kamiont meg kell emelni, mert a kereke felfeküdt a hídnak vagy az áraknak a szélén. Azt követően kamion tovább haladhat. Reggel mondom, mi van itt? Sorba, kigyövök, mondom, hú, itt nagy baj van. Én ebben mentem, hogy 86 éveset mit érdekel már ilyesmi. Nem beszéltem drága senkivel. Most ebben a fiatalemberrel, hogy megkért, hogy 2 óra hozzáig, ha fejtik, hogy menjek be, ne legyek ki. Ennyi volt az összes beszédem, én még nem beszéltem velük semmit. Mióta, hát pedig már 30 év vagyok, de még nem volt. Nem. Ugye rossz ez az útcsinálási. Nagy járművek, nem is szabad volna erre engedni se, de hát ezt én mondom csak. Szegények biztos, nagy baj ez ő nekik, hogy így történt. Valamelyik nap egy kocsi is beleszaladt ideje, az végigment, az úgy ment ki valahogy. Nem bírták, nem tudom, hanyan voltak, de nem bírták felemelni azt a kis magasságot se. Hát jó, elég nagy baj ez, de hát ezt is meg kell csinálni, mert nagyon rossz volt. Hát nem hallottam semmit, csak azt láttam, amikor rendszerkítáltak a utca végén, és néztem, hogy miért. Hát, hogy egy kamion bement az áramba. Elhajtott balra. Oda szülő akartak itt kikerülni, mert ugye ez a valóság út egy irányú. És nem vett észre valami, ott az állokban bizonyos ügyelős út vagy akna, ilyesmi. Csak én gondolom, ezt nem tudom, mert nem voltam ott. De ugye emelik oda, mert nem illik, hogy bámészkodni. Mert mi is házra adnátok onnan. Gondolkoztam, hogy mi lehet abban a tartályban, mert ugye hát veszélybe lehetett a közösség. Én nem éreztem semmit, mert nem mitől félek, ugye, mert nincs velem előtélet. Lehet, hogy kifolyna, inkább nem általa. No, de az, milyen gáz csinálhatsz, ha kifolyik, mert azért a magyar biológiai tudásom, hogy nekem is van, mert mindenkinek van általában. Úgyhogy ez veszélyes volt.